Akkor köszöntök mindenkit, akik most csatlakoznak, vagy akik már itt vannak. A mostani előadásunk a lélek szépségéről fog szólni. Itt vagyunk a Szépség Fesztiválon, Henna Fesztiválon egy püstövédben. És természetesen mindenki szeretne szép lenni. Az anyagi testnek vannak korlátai, és ahogy megtudjuk a Védákból, a Bhagavad Gita-ból, hogy igazából mi nem ez az anyagi test vagyunk, és ez az anyagi testnek a szépsége, ez mulandó. De a Bhagavad Gita tájékoztat bennünket arról, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk, a lélek örök tudással és boldogsággal teli. És amikor felébresszük a lelki önvalónkat, amikor a lelki önvalónk tudatára ébredünk, és megtapasztaljuk, hogy kik vagyunk mi valójában, akkor az jelenti az igazi szépséget. És a lelkületnek a gyakorlás igazából erről szól, hogy hogy tudjuk ezt megtapasztalni, hogy lesz ez egy kézzelfogható valóság a számunkra. Jó, akkor mindenki lassan megérkezik. És van egy nagyon szép történet a Védákban, a védikus irodalomban, a Brihad Bhagavatamrita, ami Gopa Kumárnak, egy lelki gyakorlónak a története, ami arról szól, hogy hogy vándorol az univerzumban, mert itt ebbe a anyagi világban van 14 bolygórendszer. Hogyha felnézünk az égre este és látjuk a csillagokat, Minden egyes csillagon, minden egyes bolygón van élet. Ugye mi azt hallottuk, hogy csak itt van élet eddig a Földön, és hogy mi van máshol, azt nem tudjuk, de a Védák nagyon részletesen tájékoztattak bennünket arról, hogy mindenhol van élet. És minden bolygón van egy olyan fajta test, ami a bolygónak az atmoszférájához igazodik. És a lélek mindenhol szeretne szép lenni. De attól függően, hogy milyen jámbor vagy bűnös tetteket követett el, akkor másfajta teste van, más időtávig tudja megérőzni a testének a szépségét. Itt ugye ebben a korszakban olyan 70-80-100 évig élnek az emberek, de a felső bolygókon az élet az sokkal-sokkal hosszabb, és sokkal hosszabb ideig tudják megőrizni az emberek a fiatalságukat. Például a mennyei bolygókon, ami még mindig egy anyagi bolygó, amit úgy hívnak, hogy szvargalóka, ahova jámbor tettekkel lehet eljutni, ott az élethoz sok-sok ezer, százezer évben mérhető. Ugye most belegondolunk ebbe a pár évtizedbe, amit mi itt élünk, és hogy több ezer, több százezer évig élni, az számunkra elképzelhetetlennek tűnik. De igazából még ez a nagyon-nagyon hosszú élet, a lélek örökkévalóságához képest még mindig korlátozott. És felmerülhet a kérdés, hogy ugye hogy tud valaki felemelkedni? Lelki gyakorlatok által, jámbor tettek által, önfegyelmezés által valaki tud feljebb emelkedni, és tud magasabb rendű anyagi testet szertenni. És hogyha valaki tökéletessé teszi a lelki gyakorlatait, akkor pedig tud a lelki azonossága felében. Itt felmerül a kérdés, hogy hogyan tud a lelki azonosságunk felébredni. Lehet, hogy beszélgethetnénk is, nem csak én beszélnék, hogy egy kicsit így interaktívabb legyen. Mi kellhet ahhoz, hogy a lélek felébredjen? Sok hatás. Igen. Valakinek még ötlet? Mi kellhet ahhoz, hogy a lélek felébredjen? Ébresztő óra. Igen, az is nagyon fontos. Tiszta baktákkal való találkozás. Igen. Fájdalom. Törekvés. Ugye mindenki szeretne boldog lenni, azt hiszem ebben egyetértünk, mindenki szeretne boldog lenni. Mennyire sikeresek vagyunk ebben a törekvésben, hogy boldogok szeretnénk lenni anyagi módon?
Nem annyira? Mindenki próbálja? Aha. Mindenki gazdag szeretne lenni. Ugye itt szép akar. Szépek akarunk lenni. Krisnának van 6 fensége. Szépség, gazdagság, hírnév, hatalom, az a, annak a következménye, tudás és lemondás. Ez a 6 fenség. És amikor valaki megközelít a legfelsőbb személy, akkor amilyen mértékben megközelíti, akkor tud ezekből a fenségekből is kapni valamennyit. Nem tudja olyan tökéletes mértékben, mint az Isten legfelsőbb személyisége, mert ő mindennek a forrása. Bárhol látunk szépséget a világban, az a szépség, az a legfelsőbb személy szépségének a parányi töredéke. Bárhol látunk gazdagságot. Ki a leggazdagabb most a világban, a Földön? Bill Gates? Pár éve. Mennyi pénzük van ezeknek az embereknek? Vagy mennyit, amit bevallanak, hogy van? Töredék annak, amik van. Töredék annak, amik van. De még amik van, az még mindig nem olyan sok. Lehet, hogy a mi szempontunkból, mert mi nem vagyunk olyan gazdagok, akkor nagyon soknak tűnik. De a legfelsőbb személy szempontjából az nagyon-nagyon minimális. Ugye egy Bill Gates mennyi a bevallott vagyon? A hány milliárd dollár? 500 milliárd dollár? Vagy millió vagy milliárd? Milliárd. 500 millió az nem olyan sok. Sok színésznek is. Nem, a leggazdagabb színésznek az 500 millió és az indiai. Aha. Jó, tehát, hogy van pár millió, pár milliárd dollár, de az ahhoz képest, amilyen gazdagság elérhető, az még mindig nagyon kevés. És ugyanígy, ugye mindenki rendelkezik valamilyen szépséggel, vannak színészek, vannak modellek, akik nagyon szépek. Itt a kérdés, hogy meddig? Volt az egyik barátom, aki itt lakik Krisna völgyben, akkor Angliából. Ő 20 éves korában modell volt, férfi modell. És amikor pár évvel később visszament, hogy próbálja még gyakorolni, mondták, akkor 27 éves volt, mondta, hogy most már túl öreg vagy, most már nem tudod ezt csinálni, mert már kiöregettél ebből a szakmából. És ugye van valamennyi szépség, de az idő az nagyon megnehezíti ezt a dolgot. Van egy ilyen mondás is, hogy az idő az ad tudást az embernek, de a kozmetika szempontjából nagyon rossz. Van valahogy sokkal jobban jön, most elfelejtettem pont. Tessék, nyugodtan lehet ide ülni. Láttok? Tehát az idő az elveszi a szépséget. Ugye vannak emberek, akik szeretnének hatalommal rendelkezni. És ugye nemrég volt a választás, és küzdenek a hatalomért ebbe az országba, másik országokba is. Meddig tudja valaki megtartani a hatalmat? Lehet, hogy 4 évig, lehet, hogy 8 évig, 10-20 évig, valamennyi ideig, de aztán elmúlik. És visszatérve a szépségre, hogyha valaki hogyha valaki igazán szép akar lenni, hogy sikerül megszerelni. Hogyha valaki igazán szép akar lenni, akkor a léleknek a szépségét kell felébreszteni. Még mindig vissza kell térnünk ehhez a kérdéshez, hogy lehet a léleknek a szépségét felébreszteni. Hogy tudunk felébredni a lelki önvalónkra? Mantra meditációval, ugye Bhakti Pátról említett, hogy ébresztő órával kelt fel a lélek.
Ugye mi, nekünk is kell, hogyha fel akarunk ébredni egy éjszakai alvárosból, akkor kell egy ébresztőre, vagy kell valaki, aki felébreszt bennünket. Ugyanúgy, amikor valaki a lelki önvalójára akar felébredni, akkor kell, hogy valaki segítsen neki, aki már felébredt, aki már látja a lelki valóságot. Most igazából nekünk is vannak lelki érzékeink, de ezek a lelki érzékek most inaktívak, nem aktívak, nem tudunk vele látni. Ugyanúgy, amikor valaki alszik, lehet, hogy vannak érzékei, de mivel azok az érzékek nem aktívak, akkor nem látja a körülöttel lévő szobát, mert alszik. De amikor a hang vibráció hatására, egy csörgőóra hatására, vagy valakinek a hívására felébred, és kinyitja a szemét, akkor megint tudja látni a lelki valóságot. Az anyagi valóság, amit most itt mi mindannyian tapasztalunk, ami körülvesz bennünket, ez azért van, mert az anyagi valóságban keressük most a boldogságot. És amikor valaki az anyagi valóságban keresi a boldogságot, azokat kívánok, akkor az anyagi világot tudja látni. Ugye ahonnan várjuk a boldogságot, odafigyelünk, és azt tudjuk látni. Ahhoz, hogy valaki felébredjen a lelki valóságra, akkor először tudnia kell azt, hogy én örökkévaló lélek vagyok. Honnan tudhatjuk azt, hogy örökkévaló lelkek vagyunk? Ugye nem látjuk a lelket, most amit látunk, az csak a test. Másoknak is csak a testét látjuk, belenézünk a tükörbe. Honnan tudjuk, hogy mi lelkek vagyunk, hogyha csak a testet látjuk most jelen pillanatban? Aktivitás. Van bennünk aktivitás, van bennünk tudás. Meg tudunk? Fizikálisan láthatóak vagyunk. Igen, a test által, a testünk fizikálisan látható, de honnan tudjuk, hogy lelkek vagyunk, hogyha még a test látható is. Érzünk bánatot, boldogságot, igen? Örökké szeretnénk élni, vagy nem tudom, de hogy van bennünk ez a késztetés, hogy sosem van. Igen, pontosan, tehát, hogy mi örökké való élőlények vagyunk, és a lélek nem tudja elfogadni a halált. A lélek nem tudja elfogadni az öregséget. A lélek nem tudja elfogadni a nélkülözést, mert a léleknek az eredeti helyzetében ez mind megvan. A lélek nem tudja elfogadni, hogy nem szépen bánnak vele. Ki szereti azt, amikor valaki csúnyán bánik vele, nem megfelelően viselkedik? Szereti azt valaki? Senki nem szereti, hogyha kiabálnak vele, senki sem szereti, hogyha lenézik, senki sem szereti ezeket a dolgokat. Azért, mert a lelki világban nem így viselkedik, senki se így viselkedik, mindenki teljesen tisztelettel, szeretettel bánik a másokkal. És mi igazából itt az anyagi világban is azokat a körülményeket, azokat a lehetőségeket keressük, ami a lelki világban van. Ugye, hogyha vásárolunk valamit és elromlik, akkor nagyon dühösek vagyunk, ugye, mert vásároltam és most vásároltam valamit és nem működik, mert a lelki világban minden örökkévaló és tökéletesen működik, nem romlik el. Itt az anyagi világban nagyon sok minden nagyon gyorsan elromlik. Mert ott van mélyen legbelül bennünk ez a vágy, hogy örökkévalóak vagyunk, hogy szépen bánjanak velünk, hogy minden megfelelően működjön, minden tökéletes legyen. Mert ez a léleknek a természet, ez a léleknek a környezete. De amikor mi ide kerülünk az anyagi világba, ahol ideiglenesség van, elfogadunk egy testet, és ez a test egy ideiglenesen áll a rendelkezésünkre. Vannak kapcsolataink, de ezek a kapcsolatok szintén nem örökkévalóak. És még hogyha meg is vannak, és még hogyha valamennyire harmonikusak is, nem adják azt a mély tapasztalatot, amit szeretnénk mi kapni belőle.
Tehát, hogy a lélek számára az nem kielégít, és keressük azt a helyzetet, ahol ezt meg tudjuk kapni. És hogyha nézzük, ugye, hogyha csak anyagi szempontból keressük, hogy próbáljuk ezt a anyagi testnek a szépségét meghosszabbítani, és erre egy nagyon komoly iparág épült rá. Melyik az az iparág? Kozmetika, igen, és még van egy másik is. Plasztikai sebészet. Ugye ez arról szól, hogy próbálják az anyagi testnek a szépségét, hogy minél tovább szép legyen, minél tovább úgy nézzen ki, hogy szeretnék, hogy kinézzen. És lehet próbálkozni, de, és lehet, hogy ennek van valamilyen haszna is, de nem lehet végtelenségig csinálni. Most pont nem olyan régen hallottam egy hírt, hogy Hollywoodban az öreg szerepekre már Európából kell hozni színészeket, mert a Hollywoodi színészek már annyira ki vannak kozmetikázva, hogy egy idős embernek a szerepét nem tudják megfelelően eljátszani, mert már ugye nincsenek ráncok, mindenki ki van simulva, lehet, hogy már 80 éves, de még mindig ki van simulva, és nem tudja hitelesen eljátszani egy idős embernek a szerepét. És még hogyha valaki próbálkozik ezzel, ez korán sem tökéletes. De a lélekben ott van ez a vágy, hogy én akarok örökké szép lenni, én akarok örökké élni, én akarok örökké egy megfelelő kapcsolati rendszerben élni. És a lelki gyakorlatok, ugye említette valaki a mantra meditációt, ez arról szól, hogy hogyan lehet felébreszteni ezeket a, hogyan lehet felébreszteni a lelki önvalónkat ebből az államból. Ugye a hangvibráció az nagyon-nagyon potenciális, nagyon erős, és amikor valaki ezt helyesen használja, akkor elkezd felébredni. De amikor valaki elkezd felébredni, még lehet, hogy még álmos egy kicsit, és akkor próbál még kicsit visszaludni, hogy vannak személyek, akik elkezdik a lelki gyakorlatokat, de még nagyon erős az anyag energiának a vonzás, ami húz bennünket vissza. Szeretnénk venni az örökké valóság felé, de még van húzás az ideiglenes anyagi dolgok felé, és van, amikor az ember még érezhet egyfajta feszültséget, ugye? Akar ebbe az irányba is menni, és akar a másik irányba is menni, és nem olyan könnyű egyszerre két irányba menni. Szeretnék elmesélni egy történetet. Viszontlátásra. Szeretnék elmesélni egy történetet, aminek a címe a folyékony szépség. Hallotta már ezt a történetet esetleg? Valaki hallotta. Ugye ez arról szólt, hogy volt egy hercegnő. És ez a hercegnő, ez nagyon fiatal volt, nagyon gyönyörű volt. És jött egy herceg, aki szerette volna feleségül venni. De a hercegnőnek nem tetszett ez a kérő, és kikosarazta, mondta, hogy nem szeretne vele találkozni, de a herceg nem adta fel, újra és újra próbált vele találkozni. Végül annyira kitartó volt, hogy mondta neki, hogy jó, egy hét múlva találkozhatunk, gyere el ekkor és ekkor egy hét múlva, és akkor tudunk beszélni. A herceg nagyon megörült, hogy akkor végül mégis sikerülni fog neki, hogy feleségül tudja venni a hercegnő. És a hercegnő az alatt az egy hét alatt azt csinálta, hogy hashajtókat vett be, és hánytatókat, és ami pedig kijött a testéből, azt felfogta egy agyag elejébe. És amikor valaki egy hétig ezt csinálja, akkor kezd kicsit ugye beesni az arca, megváltozik a bőrének a színe, beesnek a szeme is, már nem volt olyan szép, és nem volt olyan vonzó, mint korábban. És amikor egy hét múlva jött a kérő, bekopogatta az ajtón, kinyitotta, mondta, hogy szeretnék találkozni a hercegnővel. És mondta az a személy, hogy én vagyok a hercegnő. Mondta, hogy te nem lehetsz a hercegnő, mert a hercegnő nagyon fiatal és szép volt, te pedig nagyon csúnya vagy. És mondta, hogy de én ugyanaz a személy vagyok, csak félretettem a szépségemnek az alkotó részeit. De hova tetted? Félre. Hát megmutatom neked, gyere bele. És akkor elvitte ahhoz az edényhez, és megmutatta neki azt, ami ott benne volt, ami nem volt éppen nagyon vonzó, nagyon gusztusos. És ugye
itt van ez a testünk, ami hús, csont, vér, stb. Ilyen dolgokból áll, de ez, hogyha megnézzük, ez nem olyan vonzó. Ugye ez a valóság, mert ebből áll ez a test, de a léleknek a szépsége az teljesen vonzó, és teljesen tartós, és örökkévaló. És mi szeretnénk ezt a örökkévaló szépséget újra megtapasztalni, mert ez a lelki világnak a természete. És ahogy említettem, Krisnának a fő fenség ez a szépség, hogy ő a legesleg gyönyörűbb, és mindenkinek a szépsége ebből táplálkozik. És amikor valaki elkezdi gyakorolni, hogy újra kapcsolatba kerül a legfelsőbb személye, jóga az azt jelenti, hogy kapcsolat. És ezen keresztül, a kapcsolaton keresztül bármi is valakinek az érdeklődése, azt meg tudja kapni, mert igazából mindenkinek a vágyait a legfelsőbb személy teljesíti. Most is még azoknak a vágyait is a legfelsőbb személy teljesíti, akik teljesen megtagadják őt. Ugye vannak filozófiák, mondjuk a darwini evolúciós elmélet, ami nagyon jó filozófia arra, hogy valaki meg tudja tagadni Istent. De ki adja ezt a filozófiát? Kitől származik ez a filozófia? Ez is Istentől származik. De amikor egy léleknek az a vágya, hogy szeretné megtagadni a legfelsőbb személyt, akkor a legfelsőbb személy ad neki hozzá egy filozófiát, hogy hogyha meg akarsz tagadni engem, és azt akarod hinni, hogy itt nincs semmi a megnyilvánult világ mögött, akkor ezt a filozófiát tudod használni, és akkor teljesen leomlik az illúzió függönye, és akkor nem fogsz engem látni. Mert a legfelsőbb szemét igazából mindenhol lehet látni, mert ott van mindenkinek a szívében, bármi, amit látunk, az ő energiájának a megnyilvánulása, de amikor valaki használja ezt a filozófiát, ugye minden csak magától létrejött, sok-sok millió év alatt, akkor kialakult az élővilág, kialakult az ember, sok-sok apró változás által, és itt van minden. Most, hogyha itt ülünk ebbe a sátorba, ki tudja azt elhinni, hogy ez a sátor csak magától itt lett. Nem hozta ide senki, nem emelte fel senki az oldalait, ez csak így itt lett. Sok-sok millió év alatt, akkor ez itt, csak így itt lett. Valaki el tudja ezt fogadni? Miért nem? Miért nem? Hihetetlen, miért? Miért hangzik hihetetlenek? Tehát, hogy nekünk azt mondják az iskolában, hogy a körülöttünk lévő világ egy ősrobbanásból keletkezett, felrobbant az anyag, és sok-sok millió év alatt akkor elkezdtek kialakulni az egysejtűek, többsejtűek, és akkor végül sok-sok változás után kialakult az ember. Miért ne alakul, hogyha az ember ki tudott alakulni sok-sok apró változások után, miért nem ez a sátor ki tudott alakulni? Sok millió év alatt lehet, hogy kellett hozzá egy pár millió év, hogy ez pont így ide kerüljön. Miért ne? Teremtésre van szükség. De miért? Hát ez ki is alakulhatott volna ez a sátor, miért ne? Fújt a szél, sütött a nap, esett az eső, és úgy kavarogtak a dolgok, sok-sok millió év alatt. Itt ez a sátor. Miért ne? Ugye mi látszik ebbe a sátorba, hogy mi van ebben? Mi is itt vagyunk benne, igen. Ugye van... Ez egy cél szolgál ez a sátor, ugye itt ülünk, mert hogyha nem lenne itt ez a sátor, akkor nehezünkre esne itt ülni, ugye, mert hogyha túl erősen süt a nap, akkor nem tudunk olyan kényelmesen ülni, vagy hogyha esetleg esne az eső, akkor még kevésbé tudnánk kényelmesen ülni. De akkor ide hozták ezt a sátort, aminek az a célja, hogy adjon nekünk valamilyen védelmet. És ez a sátor is a legfelsőbb személynek az energiája, és akkor ott van ebben ez a menedékadó, vagy a védelemadó potenciál, ott van benne.
De ezt a sátrat emberek készítették. Ugye van egy terv, hogy hogy kell egy sátornak kinéznie, milyen anyagból kell lennie, és akkor ezt elkészítették. Tehát, hogy személyeknek a munkája szükséges ahhoz, hogy ez itt legyen, ahhoz, hogy ez elkészüljön, és ahhoz, hogy ez pont itt legyen. Ugye le vannak téve ilyen betontömbök, azért, hogy ne fújjál a szél, tehát, hogy látjuk, hogy itt vannak személyeknek az intelligenciája a háttérben azért, hogy ez itt legyen. De amikor olyan kifinomult, hogy itt látjuk ezeket a fákat, ez nagyon komolyan kifinomult organizmusok, ahogy működnek. És valaki csak azt mondja, hogy ez csak így magától itt látni, csak sok-sok millió év alatt csak ez így kialakult. Az egyik fajból átalakult a másik. Ugye ez egy nagyon hihetetlennek tűnik. De ki adja ezt a filozófiát? De igazából Darwinnak is a legfelsőbb személy nyilvánította meg ezt a filozófiát azért, jó, hogyha szeretnél megtagadni engem, szeretnél egy olyan filozófiát, hogy én ne létezzek, vagy azt gondolhassad, hogy én ne létezzek, akkor ez a filozófia ezt tud segíteni neked. És ez a darwini filozófia, a darwini evolúció elmélet az egyik oszlopa a marxista filozófiának. Enélkül nem működik, mert meg kell magyarázni, hogy hogy alakult ki a körülöttünk lévő világ. A másik az ősrobbanás. A ősrobbanás elmélet, hogyha nagyon egyszerűen fogalmazunk, azt mondja, hogy az anyag felépíti saját magát. De az anyag felépíti saját magát a semmiből. És a legfelsőbb személy viszonoz mindenkinek a vágyára. Ha valaki meg akarja tagadni őt, arra is viszonoz. Hogyha valaki akar örökké szép lenni, arra is tud viszonozni. Mert a lélek az örökké szép, örökké szépséges, és amikor valaki felébred erre az örökké való természetére, akkor tudja ezt tapasztalni. Ehhez van esetleg valakinek kérdése, amit eddig elmondtam. És minden egyértelmű. Jó, hogyha nincs, akkor megyünk még egy kicsit tovább. Hogy mit kell csinálni, hogy ez konkrétan történjen? Hogy történik ez az ébredés? Ugye a fő kulcs, amit itt már azt hiszem mindenki többször hallotta, Hare Krishna mantra, Istennek a neve. Amikor valaki éneki Istennek a nevét, és ez behatol a fülébe és a szívébe, akkor elkezd történni egy változás. Elkezd történni ez a felébredésnek a folyamata, hogy az ember kezdi másképpen látni a világot. Ez egy, nem egy egyik napról a másik napra történik, ugyanúgy, amikor próbálunk felébredni, ez a felébredés is egy időszak általában. Ki az, aki úgy ébred fel reggel, hogy csak meghallja a csörgőórát, egyből kipattan az ágyból, és akkor ugye ketten jelentkeztek, akkor az azt jelenti, hogy többiek hárman jelentkeztek, hogy egyből meghallják, és akkor ugye ez általában a kisebbség. Ugye az emberek többsége, akkor még van egy kis köztes időszak, hogy még fél álomban van, még próbál felkelni, aztán visszaalszik még egy kicsit, és akkor el tud húzódni a felébredésnek az időszakot. Ugyanúgy, amikor a lélek is felébred, még van egy köztes időszak. Mikor akarunk felébredni, de még akarunk valamennyire aludni, és még úgy érezzük, hogy kicsit fáradtak vagyunk, még vonzódunk az anyagi világhoz is, van valamennyi vonzódás a lelki világhoz is, és akkor van egy kis köztes időszak. És ebben a köztes időszakban nagyon fontos, hogy valaki próbáljon gyakorolni ezt a, főleg a mantra meditációt, mert a mantra meditáció az a kulcs. Amikor valaki eleget hallja a legfelsőbb személynek a nevét, ezt úgy is lehet fogalmazni, mint egy lelki bodybuilding, hogy akkor valaki, akkor erősödik a lelki azonossága. Mert most még nagyon erős az azonosságunk, hogy mi ez az anyagi test vagyunk. Még nagyon erős, mert ezt hallottuk folyamatosan az iskolában, erre tanítottak a családtagjaink, ezt látjuk a televízióban, az interneten, mint olyan üzenetek érnek el bennünket, hogy mi ez a test vagyunk.
De amikor elkezdünk hallani arról, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk, ugye ennek az örökkévaló léleknek van egy kapcsolata a legfelsőbb személlyel, akkor a lélek elkezd erősödni, és elkezd egyre jobban felébredni. És amikor ez a felébredés teljessé válik, akkor tudja tapasztalni a lelki atmoszférát, mert igazából mi most is a lelki világban vagyunk, jelen pillanatban is, a lélek ott van, csak bele van merülve az anyagi tapasztalatokba. Ez kicsit olyan, mint amikor valaki bele van merülve a számítógépbe. Nem tudom, hogy kinek van arról tapasztalat, amikor valaki nézi a számítógépet, és teljesen nincs ott, ahol tartózkodik, mert teljesen benne van a számítógépnek a világában. Amikor mi a húgommal először megkaptuk az első személyi számítógépet, a Commodore 64 típusú, akik idősebbek talán emlékeznek el, hogy volt egy ilyen számítógép, és rengeteget játszottunk vele, és teljesen el tudtuk felejteni, hogy hol vagyunk, hogy mit kéne csinálnunk, annyira bevonzotta az embernek a tudatát. Ugyanúgy a lélek is, amikor elmerül az anyagi tapasztalatokban, ha már ott van a lelki világban, ha már tudnál tapasztalni, de a lelki, ez a fókusz, ez teljesen elviszi a lelki tapasztalatokról. És amit kell csinálni, hogy az anyagi elmerülést ezt csökkenteni. És a lelki gyakorlatok, és főleg a szennyév éneklés ezt csinálja, hogy valakinek elkezdi ezt az anyagi elmerülést egyre jobban-jobban megoldani, és amikor valaki felébred, akkor az örök lelki azonosságára tud ébredni, és ez mindenkinél meg tud történni, aki akarja ezt. Nagyon fontos, hogy nekünk kell, hogy erre legyen vágyunk, és amikor valaki vágyik arra, akkor meg tudja tapasztalni a lelki szépséget, mert nekünk van egy eredeti önvaló, és ez az önvaló, ez örök tudással és boldogsággal teli. És amikor valaki ezt akarja megtapasztalni, akkor ez a módszer rá és ez a lehetőség nyitva mindenki előtt. Azt hiszem, rá is járt az idő. Hogyha valakinek van még egy kérdése, az talán belefér. Hogyha nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Ha tartunk megint, hány perc szünetre van szükség? 10 perc. 10 perc szünet elég, és akkor utána Bhakti Pálkan fogja folytatni az előadásnak kapcsolatokról. Köszönöm szépen, Hare Krishna!